Enyhe január, páras levegő, az eredmény pedig rengeteg légúti fertőzéses beteg. Dr. Kreft Horváth Lórend azt mondja, volt olyan nap, hogy közel 100 beteget látott el a körzetében. A tünetek a legtöbb esetben köhögés és láz. Leggyakrabban a fiatal és az idősebb korosztály betegszik meg. Az influenza szezon még nincs itt. A tapasztalatok szerint január végén, február elején jelentkezik majd. Van, aki már influenza jellegű tünetekkel fordult a rendelőben? Én még ebben a szezonban influenza megbetegedéssel nem találkoztam. Influenza-szerű megbetegedéssel, igen, ugye tudjuk, hogy azért az influenza vírus mellett az influenza vírushoz hasonlóan, például a parainfluenza vírusok vagy egyéb rinovírusok hasonló tüneteket, de nem ennyire súlyos tüneteket okozhatnak, mint az influenza. Tehát a járvány, influenza járvány még nem érti ide Magyarországra, épp ezért felhívom még a lakosság figyelmét, hogy tudomásom szerint az ingyenes védőoltás a megfelelő célcsoportoknak rendelkezésre áll, tehát keressék meg a házi orvosukat, és aki szokta, illetve ha nem is szokta, de elmúlt 65 éves, vagy van krónikus betegsége, az adassa be az influenza védőoltást, hiszen nem vagyunk még vele elkésve. Tehát az oltás után körülbelül 2 héttel alakul ki a védettség, tehát érdemes kérni még a házi orvosnál az influenza elleni védőoltást. A megelőzésre nagy hangsúlyt kell fektetni. Az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett gyakran szellőztessünk otthonunkban, lehetőség szerint kerüljük a túlzsúfolt helyeket. A papírzsebkendőt csak egyszer használjuk, használat után pedig mossunk kezet. Fogyasszunk sok folyadékot, és a szokásos megelőző módszereket is alkalmazhatjuk. A C-vitamin fogyasztásban én a természetesebb forrásoknak a híve vagyok. Itt persze mindig a citrusféléket mondják, hogy a narancsot meg a citromot, de ne feledkezzünk el, hogy a jó magyar savanyú káposztáról, ami egy óriási mennyiségű C-vitamin tartalmaz, és nagyon könnyen hozzáférhető, hiszen nem drága, és minden zöldségesnél kapható. A D-vitamint említetted előbb, ez néhány éves történet, rájöttek kutatások során, illetve vizsgálatok során, hogy a D-vitaminnak nem csak a csont képződésben van nagyon-nagyon nagy szerepe, tehát nem csak a kálcium anyagcserében van elengedhetetlen szerepe, hanem igazából az immunrendszer általános védekezését is segíti. Bizonyos daganatok előfordulásánál kimutatható a hiánya, és egyértelműen ezeknek a fertőzés betegségek megelőzésében is a D-vitamin szedése most már elengedhetetlen felnőtt korban is, hiszen tudjuk, akinek ugye pici babája van, ott automatikusan a gyermekorvosok javasolják a csepp formájában a napi D-vitamin szükségletfedezését, felnőtteknél pedig tabletta formájában. Egy átlagos felnőtt 2000 nemzetközi egységet javaslunk naponta. Ez azt jelenti, hogy november elejétől egészen március végéig, addig, amíg újra nem süt ki a nap, és nem képződik a szervezetünkben D-vitamin, illetve most már azt nevezéktant használják, hogy D-vitamin hormon, mert annyira sok réteg a D-vitaminnak a hatása, hogy inkább egy ilyen hormonszerű hatást feltételeznek most már a D-vitaminról, tehát teljesen átalakulóban van az eddig levő ismereteink erről a vitaminfajtáról is. Fontos, hogy rendszeresen tartózkodjunk friss levegőn, ne csak elvétve. Körülbelül naponta 1 órát. Rossz időjárás nincs, csak rossz öltözet. Így elkerülhető, hogy az óvodás vagy kisiskoláskorú gyerek rendszeresen légúti fertőzésben szenvedjen.